Tehát sokan kérdezik tőlem, hogy miért mini CRM a mini CRM, mitől a mini a mini, és mikor lesz már maxi. Na most nem lesz, ugye ennek a történetek az, hogy sok-sok évvel ezelőtt még a nagyvállalatoknak a kiváltsága volt az, hogy CRM, illetve vállalatirányítási rendszereket használjanak. Ezek több százmilliós forintos szoftverek voltak. Akkor, amikor ez a piac betelt, akkor a gyártók kezdtek lejjebb jönni, megjelentek a ilyen 15-20 millió forintos CRM, illetve vállalatirányítási szoftverekkel, ami a gyártóknak már egy nagyon alacsony árú termék volt, ugyanakkor a kisvállalkozóknak még mindig megfizethetetlen kategóriába tartozott. És akkor úgy gondoltam, hogy az általam fejlesztett CRM, ami nem akar lefedni mindent, kifejezetten csak az értékesítést támogatja, abban viszont a legjobb akar lenni, piacra dobtuk úgy, hogy ez egy nulláról felépített CRM rendszer, nem egy nagyvállalati rendszernek a lebutított verziója, és kizárólag a magyar viszonyoknak megfelelő lett fejlesztve.